Dobogós helyen végzett az országos pervezetési verseny döntőjén a Nyíregyházi Törvényszék bírósági titkára. A bírói pulpituson nyújtott teljesítményével a harmadik helyen végzett Belicáné dr. Gál Anikó, aki itt is van velünk a stúdióban. Köszöntöm Önt. Először is gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Az eredményhez, és hát szerintem azért a beszélgetésünk elején mindenképpen jó lenne két fogalmat tisztázni, meg két dolgot tisztázni. Hát egyrészt az, hogy pontosan mit is takar az Ön pozíciója, hogy bírósági titkár. Bírósági titkár ez azt takarja, hogy a bíróságon, ezt megelőzően bírósági fogalmazóként tevékenykedtem, és azt követően, aki jogi szakvizsgával rendelkezik, az válhat bírósági titkárrá. Tehát én a 3 év fogalmazói időtartamot eltöltöttem, azt követően leszakvizsgáztam, letettem a jogi szakvizsgát, és így váltam bírósági titkárrá. A bírósági titkár különböző feladatokat lát el a bíróság munkájában. Egyes bírói hatáskörben is eljárhat a bírósági titkár, tárgyalást viszont nem tarthat. Tehát akkor azt mondhatjuk egyébként, hogy a bíróvá válásnak ez az előkapuja, előszobája. Igen, így van. És pláne különösképpen ez a verseny, ugye? Ez igen, az országos pervezetési igen. verseny. Itt miről szól a fáma? Ezt az országos pervezetési versenyt 2018-ban hirdette meg első alkalommal az országos bírósági hivatal. Azt megelőzően korábban ilyen verseny nem került megrendezésre. Helyi szinten a törvényszék elnöke nálunk már korábban hirdetett meg ilyen pervezetési versenyt, azonban országos szinten ez most került első alkalommal megrendezésre. Ez a bírósági titkárok és bírósági fogalmazók részére a szakmai motiváltságuk érdekében lett meghirdetve és került megrendezésre. Hát akkor ennek tükrében, hogy egy országos versenyről van szó, tényleg különösképpen nagy büszkeség, hogy Ön a dobogón végzett. Maga a jelentkezés az hogyan zajlik? Meghirdették, és akkor Ön pedig úgy gondolta, hogy jó lenne itt megmérettetnie magát. Ez úgy zajlott pontosan, hogy helyi versenyt meghirdetett nálunk a törvényszék elnöke, én arra jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy eltöltöttem már annyi időt titkárként, és szeretnék majd bíróvá válni, hogy kipróbáljam magam is, megbizonyosodjak arról, hogy valóban alkalmas lennék bírónak. Erre a versenyre jelentkeztem, majd ezen a versenyen tovább jutottam a regionális döntőbe. A regionális döntő a debreceni ítélőtáblán került megrendezésre tavaly októberben. A regionális döntőben 4 törvényszék csapata vett részt. Én innen, mint bírói szerepben mentem tovább, és nekem jöttek a segítő csapatom a törvényszékről, amit a kollégáim alkottak, és a regionális döntőt bírói szerepben én nyertem meg, és így juthattam tovább az országos döntőbe. Hát akkor részben már el is árulta, hogy milyen a felkészülés folyamata, de azért hát arra kérem, hogy avasson be egy kicsikét a kulisszák mögé, hogy hogyan is kell egyáltalán felkészülni egy ilyen versenyre. A felkészülés az úgy zajlott, hogy dr. Gunyác Zoltán, a büntető kollégium vezetője volt, aki a felkészülésemet megszervezte. Egy vele közösen a regionális döntőt követően készítettünk egy felkészülési tervet. Ennek a felkészülési tervnek megfelelően mi minden héten tartottunk egy próbatárgyalást. Ezen a próbatárgyaláson jogeseteket dolgoztunk fel, amiben a titkár kollégáim közreműködtek, tehát ők alkották a vádlottak, a tanúk, az ügyész, a védő szerepét. Minden alkalommal ezeket a próbatárgyalásokat felvettük, és ezt azt követően kielemeztük, tehát megnéztük, hogy mik voltak azok a hibák vagy hiányosságok, amik javításra szorulnak, és ebből rengeteget lehetett tanulni. Érdekességgyanánt azért áruljon el néhány jogesetet, hogy milyen példák szerepeltek a felkészülés között. Hát eljátszottunk például ittas járművezetés vétségét, közokirat hamisítás büntettét, lopás büntettét, tehát általában olyan eseteket játszottunk el, amelyek a mindennapi életben gyakran előfordulnak, és itt az országos versenyen is egy olyan jogeset került feldolgozásra, amely a mindennapi életben gyakorta előforduló. Konkrétan az én jogesetem az zsebtolvajlás útján elkövetett lopás vétsége volt. És akkor abszolút úgy szimulálták, mint hogyha élesben menne, tehát így ott van. Volt az ügyvéd, az ügyész. Így van, így és van. És a többi. Mi a folytatás? Kérdezhetném azt is, hogy, vagy úgy is, hogy mi volt ennek végtére is az értelme?
Ennek az értelme az volt számomra, nagyon-nagyon hasznos volt, és úgy gondolom, hogy rengeteget lehetett belőle tanulni, hogy azok a kompetenciák, amikkel egy bírónak rendelkeznie kell, azokat a kompetenciákat elsajátították, elmélyítettük magunkban mi versenyzők, és én bízom benne, hogy majd a jövőben sikerül bíróvá válnom, ahol ezeket nagyon jól fogom tudni hasznosítani. Ha már itt járunk, azért áruljon el néhány dolgot. Újra azt kell mondanom, hogy kulisszatitkot, de hát szerintem ez a széles plénum előtt kicsikét kevésbé ismert ez a szakma, hogy a bíróvá válás folyamata az egyáltalán hogyan zajlik. Hát már akkor néhány lépcsőfokot említett, de hogyha ön már gyakorlatilag itt áll az előszobájában, ezután mi a következő, mi lehet a következő lépés? A bíróvá válásnak a folyamata az az, hogy amennyiben van egy üres bírói állása, és arra pályázatot írnak ki, akkor tehát azt meg kell pályáznunk, és van egy bírói tanácsunk, aki előtt zajlik egy meghallgatás, illetve van egy pontrendszer, ami alapján különböző objektív pontokat lehet gyűjteni, illetve a bírói tanács ad szubjektív pontot. Ez alapján, a két pont alapján mindenkinek, tehát pályázónak megvan a maga pontja, felállítanak egy rangsort, ez alapján is a rangsor első helyén szereplő pályázó nyeri meg az adott bírói álláshelyet. Miért szép ez a szakma? Erre is kíváncsi lennék. Szerintem ez egy valódi hivatás, én úgy gondolom. Számomra főleg a büntető ügyszak egy társadalmilag nagyon hasznos és egy fontos dolog, én úgy gondolom. Nekem ez az elhivatottságom is, tényleg úgy szívvel, lélekkel szeretném ezt csinálni. A versenyen voltak esetleg, felvetődtek olyan problémák, amelyekből lehet tanulni? Igen, az volt a verseny lényege, hogy olyan váratlan helyzetek merüljenek fel a tárgyalóteremben, amire nincs minden tárgyaláson felkészülve esetleg, vagy nem várható, hogy minden egyes tárgyaláson felmerülnek ezek az esetek, és ezt nagyon jól lehetett gyakorolni, hogy mi a teendő azokban az esetekben, hogyha felmerül egy olyan helyzet, ami nem egy hétköznapi, és ezt jól lehetett gyakorolni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, én is köszönöm.